Martos apró falucska a Felvidéken, a Nyitra és a Zsitva folyók torkolatánál, Komáromtól és Ógyallától egy kőhajításnyira fekszik. Lakói nem csak az egyedi népművészeti kincseikkel büszkélkedhetnek, hanem azzal is, hogy döntő többségben református vallásúak, és számukra október 31-e ünnep, a reformáció emléknapja. Október utolsó napján a protestáns vallás születését ünneplik világszerte. A hagyomány szerint 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton szerzetes, a teológia professzora a Wittenbergi vártemplom ajtajára, a többi között a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos aggályait is összefoglaló 95 tételét. Atyánk, Atyánk, áldásodat, hogy jól töltsük el napodat, hogy ne legyünk itt hiába, ez áldásos iskolába. A helyi általános iskolát is a református gyülekezet működteti, 19-en járnak ide, csak alsó tagozatos képzés működik itt. Minden nap imádkozunk, hogy jól teljen el a nap, mindenki a saját szavaival kell, hogy mondja. Kraszkó Zsuzsika is minden nap elmond egy imát, azt mondja, nem is tudja elképzelni, hogy létezik olyan iskola szélese vidéken, ahol nem fohásszal kezdik a napot a gyerekek. Én például, hogy gyógyítsanak meg a betegeket, köszönöm, hogy itt lehetek, hogy van családom, ilyeneket szoktam. Martoson szolgál lelkészként Szénási Lilla, azt mondja, számára a reformátusság Isten kegyelmi ajándéka, egy örömteli életszemlélet, ami családanyaként és egyházi emberként is áthatja mindennapját. Luther Márton nevéhez köthető ez, aki elkezdte olvasni a Szentírást. Tehát nem véletlenül mondjuk, hogy egyedül a Szentírás, hiszen ez az, amiből megismerhetjük Jézus Krisztust, ez az, amiből megismerhetjük Istennek a törvényeit, a parancsolatait, és azt az életutat, amelyet nekünk szán. És amikor Luther ezt elolvasta, akkor rájött arra, hogy milyen megkötözöttségben élt eddig. A reformáció egyik legnagyobb vívmánya az anyanyelvű igehirdetés megjelenése, az anyanyelvű bibliáknak az elkészítése, kinyomtatása volt. Sokan azt vallják, magyar nyelvterületen azért tudott a reform gondolkodás gyorsan gyökeret vetni, mert a mohácsi vész után a reményvesztett és elkeseredett magyarság lelkére gyógyír volt az anyanyelv. Az, hogy a remény szavait magyarul tolmácsolták feléjük a prédikátorok. És persze azt sem szabad elhallgatni, hogy maga az ember is előtérbe került a reformáció által. Az az ember, aki a gyülekezet legelemibb alkotó része. Én azt gondolom, hogy ami miatt a reformáció meg tudott gyökerezni, az többek között az alulról való építkezés is volt. Tehát, hogy az egyháznak az alapját azt a gyülekezetek, és azon belül pedig a hívek adják. És érezték a maguk szerepét benne, a maguk fontosságát, hogy ők is tudnak tenni egy adott közösségért. Itt említhetjük meg a presbitériumnak a tisztségét, illetve az úgynevezett paritás elvét, ami, hogyha nagyon egyszerűen akarnánk megfogalmazni, akkor azt jelenti, hogy minden gyülekezetben az egyházi vezetés, illetve a lelki pásztor mellett ott vannak a világiak is, akik ugyanúgy felelősséget vállalnak egy adott gyülekezetért, ugyanúgy felelősek annak a gyülekezetnek a lelki és az anyagi előre meneteléért is. A reggelektől kezdve az egész napunk az egymásra való odafigyelésről szól, arról, hogy próbáljuk a másikat emelni, támogatni, ha kell, akkor kicsit fegyelmezni, és megtanulják a gyerekek szépen azt, hogy a másik embernek vannak pozitívumai, negatívumai, és próbáljuk ezt szépen beléjük nevelni, hogy mit, hogyan kezeljünk, és mitől lesz jobb egy kicsit a világunk. A gyülekezetben gyakorolja a hivatását még Szénási Szilárd, akinek Szénási Lilla a hitves társa. Egyúttal az egyházmegye esperese is. Azt mondja, minden református gyülekezetben megemlékeznek a reformációról, minden évben a Felvidéken is. Ott találkozott legintenzívebben az Isten lelkének a munka és az emberi akarat.
A martosi népművészet jegyeit hordozó templomban az esperes azt is hangsúlyozza, a felvidéki reformátusok a Szlovákiában élő magyar nemzettöredék fontos pillérét képezik, hiszen a lelkipásztorok nemzeti ügyekben sem restek állást foglalni. Nem véletlen, hogy a 20. századi Csehszlovákia egyik legüldözöttebb csoportja épp a magyar református papság volt. Az egyéni identitásunknak egyenlően fontos része az, hogy milyen vallásúak vagyunk, és milyen nemzetiséghez tartozunk. És ez gyakorlatilag beépült a mi vallás gyakorlatunkba, és amikor kell, amikor a történelemnek szükségét érezzük annak, hogy ezt a részét is felvállaljuk a mi személyiségünknek, akkor igen, kiállunk nemzeti kérdésekben is. A martosi iskolában tehát 19 mustármag erejű gyermek tanul. A falu kicsi, alig 700-an lakják. Közülük a legtöbben október végén nem csak a temetőkertekben tesznek látogatást, rendezgetve a szeretteik sírját, hanem egy néma főhajtással megemlékeznek azokról is, akiknek köszönhetően a református életszemlélet meghonosodhatott.